jött, azt gondolom mindenkinek ez a kis pihenő. Hétvégén nem kellett meccsre mennünk, voltak ugye edzéseink, lányok saját maguk is dolgoztak, volt két olyan nap, de mindenkinek jót tett. Most feltöltődve elkezdtük a munkát, készülünk a bajnoki mérkőzésre, sérültek még ugyanúgy megvannak, de egy jobb állapotban. Horváth Laura, ő még mindig nem szállhat be, ugye ő vámműtükön esett át, viszont már velünk edz, szinte mindent csinálhat, csak még kontakt nem lehet, tehát nem szabad ütközéseket végrehajtania. A Hornyákág is nagyon szépen javul, sőt sokkal gyorsabban, mint azt gondolnánk, de nyilván még ő sem bevethető. Sajnos itt a utánpótlás mérkőzésen tegnap Kovács Noémi és a Lendvai Annának volt olyan sérülése, hogy nem tudtak visszaállni a bajnoki mérkőzésre. Őről most én nem tudok, hogy mi van, de remélem, hogy rendben lesznek vasárnapig. Egy nagyon fiatal és küzdős csapathoz fogunk ellátogatni vasárnap. Én úgy gondolom, hogy nem szabad alábecsülni őket a megszerzett pontjaik szerint, ugyanis két játékosuk is az NB1-B gólövőlista élén áll. Védekezésre kell nagyobb hangsúlyt fektetni, mivel jó cselező játékosaik vannak, és az első perctől kezdve kőkemény megállító faltokra lesz szükség. Támadásban türelmesnek kell lenni, és a helyzeténket a legjobb százalékkal értékesíteni. Én úgy gondolom, hogy ezt a két pontot ezt mindenképpen el kell hoznunk vasárnap Szombathelyről. Tegnap meg tudtuk őket nézni élőben is, mert ugye így játszottak a mieinkkel. Hát egy nagyon jó csapat. Tehát mindenkinek kívánok ilyen utánpótlás csapatot. Többen közülük az első osztályú szombathelyi felnőtt csapatban is aktívan részt vesznek, tehát nem csak a padot kuptatják, hanem párra is lépnek. És ez látszott is tegnap, nagyon meggyőzőek, nagyon jó kézzablet játszanak, technikással, és ami nagyon szembetűnő volt, hogy nagyon akartak, nem volt elveszett labda, nagyon jó kapusteljesítményük volt, úgyhogy amit ismerek belőlük, az csak pozitív. Nekünk kell dominálni a mérkőzést, elétől fogva, bármennyi is gyorsak, nekünk gyorságban is felül kell múlni őket, és mindig, minden mérkőzésünkön a védelem, a kapus teljesítmény összhangban meghatározónak kell lennie, természetesen győzni megyünk Szombathelyre is.